Jó srácok, ez itt a Gaming is Fun, és elérkeztünk a Rainbow Six interjúk sorozat legújabb részéhez, amiben vendégem Szabella Oliver, azaz Casanova. Szia, hogy vagy ma? Szia, köszi, minden rendben, jó vagyok, most tettem haza kicsit fáradt vagyok, de állok rendelkezésedre mehet az interjú. Köszönöm szépen, hogy így egy ledolgozott nap után is elfogadtad a meghívást és hogy időt szakítasz az interjúra, igazán sokat jelent ez a közösség és személy szerint számomra is. Úgyhogy arra kérnélek, hogy így indításképp mutatkozz be, hogyan kezdődött neked a, a gamer és az e történeted. Oké, okay, és hát ez egy elég hosszú történet, megpróbálom rövidre fogni. Egész életemben gamer voltam, azóta az egyik legboldogabb karácsonyom, amikor megkaptam az első számítógépemet, körülbelül talán tíz éves lehettem. Azóta mondhatni kocka vagyok, és az e része, Viszont egyetemen kezdődött, azt hiszem, hogy másodéves, vagy talán első éves sportszervező voltam a testnevelési egyetemen, és megpróbáltam így a kellemeset a, a hasznossal összehozni, és amikor ilyen dolgozatokat kellett írogatni, akkor mindig ö, saját magam felé hajlottam. Ugye azt, azt gondoltam, hogy hadd írjak már olyasmiből, ami érdekel, és akkor így általában a gamer téma volt a dolgozatomnak is a, a témája, és akkor elég sokat olvasgattam erről, és arra jöttem rá, hogy ez külföldön, ez már egy óriási iparág, itthon viszont még nem, és akkor utána elkezdtem azon gondolkozni, hogy ez miért van, és nagyjából egy olyan 5-6 évvel ezelőtt kezdtem ilyen tudományos szinten is ezzel foglalkozni, és tudományos szinten értsétek azt, hogy OTDK versenyre vittem például az e-sportnak a témáját, meg, meg a szakdolgozatomat is, hát úgymond az e-sportból írtam közvetetten, és most MSC, az Mesterszakon is a diplomamunkámat most már teljes mértékben erről írom. Ezen kívül pedig egy tudományos szintű munkát is, egy publikációt, úgymond írtam az információs társadalom nevezetű szaktudományos folyóiratban, hogy maradjunk tudományosak, és ez a olyan alapszakirodalomnak tekinthető így Magyarországon, úgyhogy ez a, ez a tudományos része. Ezen kívül van egy csapatom, ugye, amit biztosan tudtok, hogy Spirit Esportsnak hívnak, és ezen kívül dolgozom még a SAS Budapestben, mint az e szaknak a mondjuk úgy szakmai felelőse, és ezen kívül szakköröket is szervezek a gyerekeknek. Wow, hát akkor úgy gondolom mondhatjuk azt, hogy akik benne vagy az esportban és a gamer világban. <laughs> Igen. Uh, hát tulajdonképpen akkor már egy elég hosszú ideje. Úgyhogy Igen. Uh, ez a háttered, most beszéljünk egy kicsit arról, hogy uh, konkrétabban mi a helyzet a spirit hogyan jött maga a csapat, és ab, azon belül is a Rainbow Six, meg ugye neked is személyesen, mert hogy ugye te is az m első végig végigjátszottad, mint Rainbow Six játékos. Igen, igen. Először én még nagyon-nagyon rég a Counter-Strike Condition Zero-val játszottam, ott, ott szerelmesedtem bele az FPS játékokba. Aztán utána volt egy elég hosszú, 3500 órás kitérőm a League of Legends világába. És amikor azt, azt egyébként sosem játszottam versenyszerűen, nem is tudtam annyira elképzelni magam, hogy azt versenyszerűen játszom, mert nekem egy picit bonyolult és nagyon sok lexikális tudás kellene hozzá, amit nem volt kedvem megtanulni. És aztán, aztán jött ez a Rainbow Six már, amikor először megjelent, nagyon szemeztem vele, viszont csak a Year 2-ban vettem meg, ha minden igaz, Cool Rain ben azt hiszem a az második évben van, és azóta játszom vele és még annak is az elején inkább casual szinten gondolkoztam a játékban, de, de nagyon tetszett a, ez a gyors menet, meg a gyors körök, és úgy gondoltam, hogy ebben, ebben lehet tényleg olyan e potenciál, amire én, én szeretnék gondolni, úgyhogy elkezdtem vele komolyabban foglalkozni. Legelőször egy külföldi csapatban voltam, mondanom sem kell, nem volt annyira komoly, és így a kutatásaimban pározamosan rájöttem arra, hogy egy Magyarországon nem annyira vannak csapatok, tehát, nincs, nincs olyan csapat, aminek így lehet szurkolni, mint mondjuk külföldön van egy falatik, ahol, aminek már Magyarországon is van szurkoló tábora. Tehát ilyen nincs Magyarországon, aminek legalább itthon lenne szurkoló tábora, talán a Wildon kívül, az ugye elég régóta itt van a piacon. És akkor arra gondoltam, hogy ki más, hanem én. Alapítok egy csapatot, amit szépen lassan, majd nem tudom, három-öt éven belül azért top, top csapatok közé szeretnék lőni. És hát így alakult meg a Spirit. Értem. Ez mikor is volt pontosan? A Spirit alakulása? Aha, aha, 2008. január. Már több mint egy éve. 2018? Igen, igen, Jó, 2008-at értettem. Csak Nem, 2018 hogy... hm, uh, okay. <laughs> Nem, hogy uh, érdekes. Oké, szépen, hogy ezt elmondtad, és hát gondolom a Spirit eSports, uh, mint név, azért valamennyire tükrözi is azt, ahogyan te, meg nyilván a játékosok hozzáállnak, tehát, hogy a küzdőszellem az benne legyen. Igen, amikor gondolkoztam a csapat alapításon, akkor tulajdonképpen egy másodperc alatt megszületett a, a csapatnak a neve, nem kellett így napokat, hónapokat gondolkozni, hogy most vajon mi legyen ez a név, amivel elindulunk, valahogy egyből beugrott a Spirit, és egyébként jól mondod, mert ez így az én mentalitásomat is, meg ezen keresztül a, nyilván a csapatét is tükrözi, mert én mindig azt hangoztatom, hogy olyan játékosokat szeretnék felvenni a csapatba, akik elsősorban a csapatszellem miatt játszanak, és nem amiatt, mert mondjuk pénzt akarnak nyerni, érted, hanem hanem a legfontosabb a, a, a csapatszellem és az összetartás, meg az, hogy hűségesek legyenek egymáshoz. Nem feltétlen hozzám, érted, most ezt mm -hmm. nem lehet előre elkérni, vagy megkérni, de de egymáshoz is azért menjenek be a pályára, azért induljanak el a mappon, hogy egymást együtt segítve tudjanak nyerni. Abszolút a, a csapatszellem a legfontosabb nálunk. Oké, okay, hamarosan rátérünk a Rainbow Six csapatra, és tényleg az Nebel belső vagy még a selejtezőre is. Viszont még így a Spirithez hozzá kapcsolva, ha jól tudom, akkor nem csak Erhat csapata van a Spiritnek, hanem például PUBG. Milyen játékokban van jelen ez az org? Uh, PUBG-ban vagyunk jelenleg még ott. A másik, akivel másik játék, amivel még tárgyalok, az egy, az egy line-up. Általában ICR-re mennek, de nincs még, még orgjuk velük tárgyalok jelenleg, viszont nem titkolt célom, hogy egy vagy két évben belül az m összes játékát lefedjem Spirit név alatt. Na, hát ezt nagyon jó hallani, és egyébként itt még megnézném, hogy a Spirit E-Sportsnak nagyon, nagyon pazar self branding -e van egyébként social médián, tehát elég, sok, elég sok poszt, foglalkozik a community-vel, és, és, a line, és ugye a különböző játékokból, a line is, mert egyébként, már most nyilván nem akarom nevesíteni, de volt egy korábban nagy org, aminek volt egy nagyon erős Rainbow Six line -ja, és nagyjából kettő poszt volt róla a Rainbow Six line -járól a Zorg hivatalos oldalán, az egyik az, amikor oda mentek, a másik meg, amikor líveltek, és a kettő között eltelt másfél év, úgyhogy igen, az, az nagyon fontos tényleg, hogy az embereknek a a tudatában ott legyen a tényleg a spirit, vagy éppen az adott org. Na és akkor, kedves Kasanova, most beszélgessünk egy kicsit a Rainbow Six csapatról, és hogy hogyan éltétek meg az első szezont, és a selejtezőt mondjuk még, ha esetleg ahhoz is van kedved, ahhoz is hozzáfűzhetsz egy gondolatot. Hogyne, hogyne. Én mindig is úgy kicsit ugye közel vagyok a Rainbow Six csapathoz, mint a PUBG csapathoz, mivel játékos voltam, vagyok és azt mondtam a játékosaimnak az M-NAP indulása előtt, már nyáron, amikor bejelentették, hogy indul az M-NAP, hogy srácok, én azt szeretném elérni, hogy Magyarország top 5 csapatába benne legyen a spirit, és azt szeretném, hogy ti is ezzel a mentalitással készüljetek, és ezzel a mentalitással induljatok neki az összes mérkőzésnek, és hát mondanom se kell, hogy majdnem sikerült elég szoros volt a, a vége, és majdnem sikerült top 5-be kerülnünk. De hát sokáig top... úgy nézett ki, hogy meg lesz? Igen, igen. Sokáig nagyon úgy nézett ki, de aztán végül top 6 lett belőle. Úgy indultunk neki legelején, ugye volt még plusz egy játékosunk, és ott az elég jó volt az elején, mert tudtunk for forogni, meg tudtunk olyat leszervezni, hogyha valaki esetleg nem ér rá. Akkor akkor nem lesz probléma, mert ugyanolyan kvalitású játékos tud a, a helyére állni. De sajnos az első két mérkőzés után el kellett köszönnünk az egyik játékosunktól, nem, nem tudta hozni azt a komolyságot, ami erre a szintre kell. Úgyhogy maradtunk igazából öten, és ez olyan, hát olyan dolgokat volt maga után, hogy például én volt, hogy a, a sielés közepéről kellett lejátszanom a, a mérkőzésemet egy ö, alig használt laptopról meg olyan, olyan, is volt, hogy ugye el kellett halasztanunk mérkőzést, és feltorlódott három mérkőzés, amit lejátszottunk, lejátszottunk. volt. A, lejátszottuk a Barcraftból, és hát mondanom se kell, hogy hát nem tudom, szóval nem voltak annyira profik a gépek, mint amire számítottunk, úgyhogy az is elég nagy hát, törés volt a srácoknak, és emiatt egyébként, egyébként szerintem sokkal jobb helyezést is elérhettünk volna, hogyha ezek a dolgok nem jönnek össze, de hát sajnos összejöttek, és most utána lehet magyarázkodni. Hatodikak lettünk, hatodik lettünk, ez van, majd a következő szezonban megmutatjuk. Egyébként szerintem egész jól bírták a srácok, főleg a nagy csapatok, hogy is mondjam, támogatásával szemben. Hát figyelj, a selejtező után, ugye, Seed alapján, titeket a hatodik helyre lehetett várni nagyjából, azt teljesítettétek, ebből lehet építkezni, és majd nyilván a második szezonban is uh, számolni kell a spirit eSports-szal. Úgyhogy uh, most pedig uh, esetleg beszéljünk arról, hogy az M-neben, te belülről, mert ugye te belülről érted ezt az egészet meg, hát félig meddig én is, csak nyilván teljesen más szemszögből. Uh -huh. Mit láttál, ami mondjuk nagyon jó volt, meg mondjuk olyat, ami mondjuk rossz volt, és jobb lenne mondjuk a liga, ha máshogy lenne mondjuk a meccseknek a formációja, lebonyolítás szervezésben, van-e valami, ami szerinted a játékosok szempontjából még lehetne jobb? Jó, a akkor kezdem azzal, ami jó volt, ugye ez is kérdés volt, maga a liga, meg maga az, hogy ilyen létezik Magyarországon, ez, ez egyszerűen szenzációs, mert eddig belegondolunk, nem volt rendes, profi szervezésű verseny lehetőség. Voltak magyar tehetségek, és így nem nem tudtak versenyezni, nem tudták megmutatni magukat. És ugye erre nem szerveződtek org orgok sem, mert minek nincs értelme fenntartani, mert úgyse tudják megmutatni magukat. Erre jött egy emneb, és ennek köszönhetően így végre a csapatok is tudnak és generálni, meg a játékosok is meg tudják mutatni, hogy milyen jól tudnak játszani egy adott játékban. Szóval ez szerintem mindenképpen ö, előremutató, ez a legjobb dolog és ugye nyilván nem csak az, hogy létezik, hanem maga a szervezés is szerintem nagyon jó. Amin javítani lehetne, az talán az, hogy a, a, hétvégi fordulókat egy picit ugye hosszabbra tenném én, hogy ne csak egy map döntsön, hanem mondjuk akár egy BO3 legyen minden kör, hiszen egy hosszú bajnokságról beszélünk, és csomószor van olyan, hogy egy mérkőzés az csak úgy véletlenül elcsúszik egy-két körön, aztán már vesztetted is a pontokat, úgyhogy mindenképpen BO3-ra raknám a hétvégéket. A másik, ami talán kicsit túlságosan is utópisztikus, az az, hogy magukat, a fordulókat én offline ban játszanám le. Ha kell, akkor ugyanúgy, mint egy rendes, mondjuk egy foci fordulóban, hogy mindenkinek van egy saját helyszíne, elmegy oda az ellenfél, aztán a következő visszavágón pedig te mész idegenbe, és ezzel ugye tudunk helyszíni közvetítést is generálni, ami picit izgalmasabb mindenkinek. Másrészt meg az olyan egyensúlytalanságok is eltűnnek, hogy mondjuk valakinek sokkal jobb gépe van, mint a másiknak, és ezért teljesen nagy előnyből indul. De egyébként szerintem ez volt a legnagyobb probléma az egész emneben, hogy nem mutatta meg igazán azt, hogy kinek milyen a szkíje, nem, nem feltétlen mutatta meg, hanem azért az is eléggé benne volt, hogy kinek milyen setupja van. Otthon. Igen, igen, igen. Ez tényleg benne volt, és egyébként nem gondoltam volna, hogy ilyen jót fogsz mondani idézőjelben, mert pont most a brazilier ér... ah maradjunk hogy hogy brazil nemzeti bajnokság, sosem tudom kimondani. Maradjunk annyiban, hogy az egy offline verseny, és Brazíliában nézői szempontból és játékos szempontból is komolyabban veszik, mint a, a Latam Pro Liget. van egy, egy offline stúdióban, és tényleg minden játéknapra odautaznak a csapatok, lejátszák egymás ellen lanon a meccseket, és aztán hazautaznak. utaznak mondjuk más kérdés, hogy mind a nyolc csapat São ér, de értse mindenki jól. És tényleg ott a helyi production is sokkal konzisztensebb, nincsenek ilyenek, hogy valaki most diszkonnektelt, aztán lesz három nap múlva megint online, hanem Igen. tényleg ott egy helyen mindenki, sokkal jobb hangulat és konzisztensebb adás, és egyébként még a BO3-hoz, azt is mondtad, ahhoz visszacsatolva, a tegnapi interjúban itt volt ugye Farba, ezt te még nem hallhattad, mert amikor felvesszük, akkor épp hogy az is megtörtént, ő mondta, a One piece a kapitánya, hogy ő is ezt a, ezt a BO3-at szeretné. Tehát úgy néz ki, hogy tényleg a játékosok számára fontos lenne az, hogy kicsit uh, több lehetőség legyen megmutatni azt, hogy valaki tényleg mit tud. Abszolút egyetértek. Hát mond, ahogy mondom, ugye rövid azért az a, az a hét kör, akár kikaphatsz úgy hét egyre, hogy, hogy volt nagyon sok szoros köröd. És most egy meccset elengedte, jó, semmi probléma, még visszatudott hozni nagyon simán, mint ahogy ellenünk az OP visszahozta ugye az utolsó fordulóban. igen, igen, ugye az már BO3 volt a rájátszásban, igen. és hát ti húztátok a rövidebbet, de szerintem nézői szempontból, és talán játékos szempontból is most azt lesz, hogy kikaptatok, jobb és több lehetőség volt arra, hogy, hogy bizonyítsanak a csapatok. Hát azt kell mondjam, hogy szenzációs mérkőzés volt. Attól igen, hát, függetlenül, hogy kikaptunk, nagyon igen. jó volt. Pont azt mondtam egyébként Farbának, hogy, hogy, azt a meccset volt legjobb kasztolni, talán az alapszakasszal együttvéve is az emne belső de a rájátszásban biztos, mert az volt a legszoros a legizgalmasabb, hogy abban volt a fordulat, még a többi az egy kicsit talán túl egyértelmű volt kassz szempontból is, tehát nyilván lehet hype a 6-0-nál, hogy de azért biztos meg fogják fordulni és lesz overtime, de azért ott mindenki érzi, hogy, hogy ez, 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 ez mondjuk egy nice plegben ben aznap annyi volt, pedig egyébként lehet sokkal többet vártunk volna, Most Így például ugyanez a rift plague is. És, és a legfontosabb, amit akartam mondani, hogy ugye ez az egész azért egy picit a community is van, és amikor hiába kapsz ki, de egy ilyen meccsen kapsz ki, és azt olvasod a, a chatben, hogy így kell távozni, meg így kell búcsúzni, meg gratulálunk a Spiritnek, meg ilyesmi, azért ez, ez, ez nagyon jól esik. És hogyha mondjuk te nyertél volna, és ugyanezt mondják az OP-nek, az ugyanúgy az OP ö, csapatának is szerintem nagyon jó esett volna. Így van, így van. Tehát akkor a Spirit hatodik lett az első szezonban, bent maradtatok, ott lesztek a második ö, szezonban, és ö, esetleg valami kis belső infó lesz-e változás, vagy hogyan készültek a második szezonra? Annyit árulnék el, hogy... Valószínűleg engem már nem fogtok látni hétvégéről hétvégére maximum tereként, maximum csak ki tudom mondani, mert elég sok tendő van így az Egyesület és hát a Spirit körül, és ezért inkább átadnám másnak a helyet, aki picivel talán fiatalabb, mint én, meg picivel többet tud beletenni a gyakorlásba is, mint én, Úgyhogy, úgyhogy egy line-up szerintem mindenképpen lesz, de ennél többet nem szeretnék elárulni, legyen meglepetés. Értem, és jó is, hogy felhoztad ezt a menedzser témát, mert pont azt szerettem volna kérdezni, hogy nyilván azt a részét, ami publikus, és szívesen beszélsz róla, hogy ö, mi is a feladatod menedzserként? Mert ugye az sok időt elvesz például a, a gyakorlástól, ahogy a játékos vonalból kivesz, és te is mondtad, hogy, hogy egyszerre sok dolgot nem lehet, szóval ezért egy vissza visszalépsz a, a színfalak mögé. Menedzserként hogyan tudod legtöbbet kihozni a csapatból, vagy az organizációból? Ha egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor az az én feladatom, hogy minél vonzóbbá tegyem a játékosok számára azt, hogy a spiritben játszhassanak. Na most ez kicsit lebutítva, ez most jelenleg úgy néz ki, nem csak az r belül, hanem nagyjából minden e-sport csapaton belül, hogy melyik csapat mit ad. Nyilván melyik csapatnak ugye milyen szponzora van. Jelenleg ott tartunk, hogy azok a legerősebb és legmenőbb csapatok, ahol mondjuk már valaki kap egy billentyűzetet. Hogyha valaki kap egy billentyűzetet a magyar e-sport piacon, az már egy óriási hír. Nyilván most ez kicsit erősen hangzik, főleg akkor, amikor Hetente jelentik be, hogy mostantól van egy új profi Cségó csapatunk, akik már pénzt is kapnak. Ez azt mondjuk a Cségóban már már előrelépett, ez nagyon örülök neki, viszont az R6-ban még egyáltalán nem tartunk itt, és megmondom az őszintét, egy picit csalódás volt nekem az Emneb ebből a szempontból, mert én azt vártam, hogy legalább az Emneb után, de én leginkább azt vártam, hogy már közben is lesznek olyan mondjuk viszonteladó hardware cégek, vagy alapból euh, hardware cégek, akik így megpróbálnak majd csapatokat megszerezni maguknak, hiszen Magyarországon ennél profi bajnokság nincsen, ennél profi és hitelesebb megjelenési lehetőség a szponzorok számára nincsen, és, és még sincs a csapatok felé semmilyen nyitás. Tehát itt ez is feladat, hogy én futkossak majd a, a különböző szponzorok után, hogy esetleg itt van egy olyan bajnokság, aminek nincsen párja Magyarországon, itt egy csapat, ami benne van, már a második éve, mi lenne, hogyha kapnánk egy billentyűzetet? Érted? Szóval mm, így ilyen. picit lebutítva. Hát sajnos ez valahol szomorú, és közös felelősségünk tulajdonképpen játékosoknak, edzőknek, menedzsereknek, vagy a production teamnek, Uh, hogy, hogy tényleg az M-nevet és a magyar Rainbow Six-et, vagy akár más játékokat tényleg vonzóvá tegyünk, hogy a szponzoroknak legyen miért belefektetni, és azt érezzék, hogy ott meg kell jelenniük, mert az nekik is jó lesz, nem csak a másik félnek. Hát uh, egyébként magának a bajnokságnak viszonylag sok szponzora van, a csapatoknak tényleg egyébként kevés. Igen. És hogy mondtad, tényleg a cségóban azért már látszik, hogy vannak már uh, fizetett csapatok. Az R6-ban, én úgy tudom, Magyarországon egyetlen egy csapat az emneben, akik kapnak rendesen havi fizetést, nem mondom meg, hogy kik, és, Igen. és azt sem, hogy mennyit, de nem annyit, hogy meg tudjanak belőle élni. Uh, annyit, hogy egy, egy, kiegészítés, meg tényleg a price pullon még egy picit dob, de tehát tényleg nem kell itt nagyon-nagyon sokra gondolni. És egy van ilyen. És egy van ilyen, a nyolc. Így van, nyolcból. Így van a nyolcból. Úgyhogy reméljük, hogy tényleg ebben fejlődés lesz, jó, hogy erről beszéltünk ilyen nyíltan, pláne úgy, hogy egy kicsit azért a menedzser, menedzseri szemszögből ezt meg tudtad nekünk mutatni. És akkor most térjünk át egy kicsit személyesebb témádra, de szeretném, hogy mondjuk az interjú végére mindenki magáének érezze ezt a témát, ez pedig a Healthy Gamer Lifestyle, ez az egészséges életmód, amit te az esport és a, és a gaming világa mellett hát folyamatosan nem is tudom, csinálsz, és láttam social médián is, hogy, hogy, ez számodra milyen fontos, meg hát nyilván látszik is rajtad, hogy, hogy azért te amellett, hogy esportolsz, sportolsz is, úgyhogy mi ennek a lényege, és mi a legfontosabb üzenet ennek? Hú, hát ez egy jó téma, egy kicsit szívem csücske projekt és így nagyon egyedül kezdtem ezt el, viszont az a célom ezzel, így nagy vonalakban, hogy igazából leromboljuk azokat a sztereotípiákat, ami minket, e-sportolókat hátráltat. Mert hogyha Magyarországon gondolkozunk, mert egyelőre Magyarországon vagyunk, szóval ott tudunk csak gondolkozni, az a megítélése ennek az egésznek, hogy komolytalan, egészséges, és úgy ámlok, vagy egészségtelen, bocsánat, és úgy ámlok butaság az egész, és csak időpazarlás, és az a baj, hogy ezek az emberek, akik ezt gondolják, jelenleg vezető pozícióban vannak mindenhol, hiszen abban a korban vannak, hogy ők mondjuk céget vezetnek, mondjuk egyesületük van, és, és ők azok a döntő személyek, akik a mi előre menetelünket, mint e-sportolók segíthetik, vagy hátráltathatják, és jelenleg ott tartunk, hogy hátráltatják sajnos, és mindez azért van, mert nem vesznek komolyan minket, nem veszik ezt az egész iparágat komolyan, még akkor sem, amikor prezentálunk nekik egy olyan 26 diás prezentációt, amiben elmondjuk, hogy nemzetközi szinten ez hogy működik, milyen pénz van benne és milyen komolyság. Sajnos ezt ők nem tudják komolyan venni, és én úgy gondolom, hogy ezt kicsiben kell kezdeni, és méghozzá az egyik legegyszerűbben megfogható dolog az az, ugye az egészségtelenség, amit mondanak. Nem feltétlen velejárója az elsportolásnak az egészségtelenség, sőt, ugye profi szinten a nemzetközi profi csapatoknál ez egyszerűen elkerülhetetlen, hogy, hogy egészségesen is táplálkozz, vagy egészségesen éj, mozogjál mondjuk, mert vannak olyan szituációk, amikor már mindkét csapat, az ellenfél is, meg te is ugyanolyan jók vagytok a játékban, lehet, hogy a döntő pillanatban azt fog dönteni, hogy ki mennyire bírja a stresszt, vagy, a, vagy az állóképessége mennyire van ott a toppon, amire kemény fizikai edzéssel lehet felkészülni. És ez a Healthy Gamer projekt amúgy, ez ez személyes projekt, és egy egész életemben az én megjelenésem is, megjel megjelenésemmel, meg fizimiskámmal is azt szerettem volna sugározni mindenkinek, hogy igen, én egy egészséges ember vagyok, és akkor elkezdenek engem komolyan venni, és amikor megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, elmondom, hogy én az e-sporttal foglalkozom, akkor már egy picit más a leányzónak a fekvése, hogy édesapám szavaival éljek, mert akkor már először kialakult ez az első, benyomás valakiről, hogy igen, ez az úriember sportos, ez az úriember komoly, szépen fel tud öltözni, és akkor elmondja neked, hogy amúgy az e foglalkozik, akkor lehet, hogy mégiscsak jobban érdekelni fog a dolog, vagy jobban elhiszed, amit mond, mint hogyha nem úgy néz neki, ahogy amúgy. Hát igen, ez tényleg Magyarországon egy kicsit ilyen beskatujázott dolog esportolónak lenni, vagy az e foglalkozni, és tényleg fontos az, hogy emellett azért törekedjünk az egészséges életmódra, ami egyébként is hát elcsépelten, de most divat tulajdonképpen már az elmúlt évtizedben. Ez fontos, hogy ne divatból csináljuk, ne más miatt, hanem magunkért. Mert tényleg csak magunknak teszünk jót vele. És egyébként hogy mondtad ezt, hogy már két csapat ugye ugyanolyan szinten van, és már az dönt, hogy ki mennyire bírja a stresszt, ehhez te jobban értesz, amit most fog mondani, szóval lehet, hogy ki is fog javítani, De én úgy tudom, hogy például vannak olyan ételek, amit ha eszel, vagy van vele szemben egy másik étel, ha helyette mondjuk azt eszed, akkor mondjuk a reflexed vagy a reakcióidőd is mondjuk más lesz, jobb lesz, vagy ugye rosszabb. Nem, ezt egyébként egy magyar erhatostól hallottam, nem tudom, hogy mennyire van így, de abban biztos vagyok, hogy például, hogyha egészségtelenül élsz, akkor ugye úgy nem csak a fizikumod lesz lagymatagabb, hanem, hanem mentálisan is én úgy gondolom, hogy... Nem, egyébként ebben van igazság, mert vannak olyan ételek, amik konkrétan megterhelik a szervezetet, mondjuk nagyon zsírosak, vagy úgy mm -hmm. hívják nehéz ne ételek, mondom. és azt sokkal nehezebb mondjuk megemészteni, vagy ledolgozni, és emiatt a tested sokkal jobban, hát hogy is mondjam, arra fókuszál, hogy azt az ételt lebontsa. És kevesebbet tud arra fókuszálni, hogy mondjuk egy milliméterrel arrébb kell flikkelned az egeret, Érted? És hogyha mondjuk olyan ételt teszel, ami sokkal könnyebb, akkor azt már le is bontottad, és akkor sokkal jobban tudsz arra koncentrálni, amit ténylegesen fontos számodra Igen, igen ilyesmi gondolom Tudtam, abszolút, hogy te abszolút. jobban el tudod mondani, szóval azért Így gondoltam. van. Köszönöm. Úgyhogy hogy köszönöm, szépen hogy ezt elmondtad. Na, tehát, hogyha esetleg ehhez a projekthez valaki akar csatlakozni, akkor azt mondjuk. Nyilván annyi, hogy magáért megteszi azt, amiről most beszéltünk, de van esetleg ennek valami, valami online fórum, vagy hasonló dolog, ahol mondjuk tippeket lehet egymástól kapni, hogy mondjuk tényleg, ha valaki külön kifejezetten esporttal foglalkozik, neki milyen étrend jó, neki milyen edzést terv jó, stb. Hát egyelőre a következő téma, amivel foglalkozni fogok, az a PhD, hogyha minden igaz, ott konkrétan arra fogok ráfókuszálni, hogy milyen élettani hatásai vannak magának az e tevékenységnek, nyilván profi szinten, és ehhez milyen segítséget nyújt monduk, mondjuk egy bizonyos táplálkozás, vagy egy bizonyos edzésmunka. Viszont jelenleg még ott tart ez az egész dolog, hogy meg kell ismertetni mindenkivel, hogy nem feltétlen kell egészségtelennek lenni ahhoz, hogy elsportoló legyél, illetőleg, hogyha egészséges vagy, attól függetlenül te pont lehetsz gamer is, úgyhogy jelenleg ott tartunk, hogy mondjuk elindult a YouTube csatornám, oda, hogyha fölnéznek az emberek, akkor látnak majd tippeket, trükköket, hogy mi az, ami az általános mozgáshoz hozzátartozik, mi az, amit lehet csinálni, mondjuk, hogyha nem tudtad eddig, hogy hogy kell edzeni, akkor megnézed, és most már fogod tudni, és ez egyelőre még nem e-sport specifikus, mert még nem tartunk Magyarországon azért ott, hogy a profi e külön e-sport specifikus mozgás kell, egyszerűen mozgás kell, tehát mozogni kell, és még egyelőre ott tartunk, hogyha elkezdenek mozogni az az emberek, akik amúgy nem mozogtak, már akkor nagyon-nagyon sokat fogunk előrelépni. Úgy gondolom, hogy nagyon jó üzenete van ennek, amit mondasz, és az egész interjút nagyon élveztem, úgyhogy tényleg megtiszteltél azzal, hogy elvállaltad ezt az egészet. Így lezárásul légy szíves, mondd el, hogy aki téged vagy a csapatodat követni szeretné, az hol teheti ezt meg. Hogyha engem szeretnétek követni, akkor a legnagyobb platform, ahol tudtok, az az Instagram, ott Helti Gamer néven tudtok engem megtalálni, vagy Oliver Szabála néven, vagy esetleg a Youtube csatornám, az is Healthy Gamer, Youtube-on ott is tudtok követni. Hogyha pedig a csapatot szeretnétek követni, azt pedig Facebookon ajánlom nektek, ez pedig a Spirit Esports Facebook oldala. Köszönöm szépen, köszönöm az interjút, a linkek lent lesznek a leírásban, reméljük, hogy minél több néző, hallgató meg fogja nézni a Spiritnek, és neked a jövőbeli munkásságotokat. Úgyhogy további szép napot kívánok, szervusz! Eló, Sia.